A békéltető testületek, mint alternatív vitarendezési fórumok 1999-ben jöttek létre Magyarországon. Hatáskörükbe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. Ilyen lehet például a termék minőségével vagy biztonságosságával kapcsolatos probléma. Ezeken a meghallgatásokon szeptember 11-től kötelező a vállalkozó személyes megjelenése. Elsősorban a békéltető testület alternativitását igyekezett kiterjeszteni, növelni ez a módosítás, ami azt jelenti, hogy a bepanaszolt vállalkozásoknak kötelezettségévé tette azt, hogy a meghallgatásokon olyan megbízottal képviseltessék magukat, akik alkalmasak arra, illetve feljogosítottak arra, hogy egyességet hozzanak létre. Ezek a megjelenése akkor a meghallgatáson a vállalkozás megjelenése akkor kötelező, hogyha megyénkben bejegyzett telephelye vagy székhelye van. Amennyiben a vállalkozás nem megyei, a személyes megjelenés helyett egy olyan válaszirotot kell csatolnia a vezetőnek, amelyben a fogyasztó kérésének megfelelő ajánlatot tesz. Aki elmulasztja a megjelenést, méltányosság és mérlegelés nélkül kötelező bírságra számíthat. Újdonság a fogyasztóvédelmi törvénynek az, hogy jeleznünk kell a vállalkozás jogsértését a fogyasztóvédelmi hatóságnak, és a fogyasztóvédelmi hatóságnak pedig kötelező bírságkiszabási kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a legkisebb összeg az 15 ezer forint, kis, közép és mikrovállalkozás esetén ez 50 ezer forintig terjedhet, és nagyobb cégek esetén pedig a nettó árbevételnek akár az 5%-ig is terjedhet a bírság. A törvénymódosítás utáni személyes találkozás ezentúl megkönnyíti és gyorsabbá teszi a békéltető testületek munkáját.